A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ebben a műsorban már számtalanszor elhangzott, hogy Székesfehérvár sportváros, hiszen meg annyi fantasztikus sikert értek el csapataink, sportolóink egyéniben és csapatban természetesen. Így aztán itt volt az ideje, hogy egy bizonyos értelemben eddig mellőzött sportágat, a röplabdát is bemutassuk önöknek, annál is inkább, hiszen a Mávelőle Fox kon fantasztikus sikert ért el az idei bajnokságban, az Extraligában dobogóra állhattak méghozzá egy fantasztikus döntő után, ezért megszólítottuk már Dávid Zoltánt, és ígérhetem, hogy több meghatározó játékos is a vendégünk lesz, így van ez ma is, Eke Péter a vendégünk, szervusz, tisztelettel köszöntelek. Nagyon jó, hogy visszatértél, én azt hiszem, hogy beváltotta a reményeket a visszatérés a MAFZ-ból, de erről később beszéljünk, hiszen azért az alapokat te Székesfehérváron sajátítottad el. Ugyanakkor nagyon fontos kérdés, hogy miként választ egy fiatal magának sportágat. Mi bírja rá arra, hogy a röplabdát próbálja ki, és elinduljon azon az úton, amit megálmodott magának? Hát ez még általános iskolában kezdődött, ott volt egy nagyon-nagyon kedves, és most már mondhatom barátomnak tanárom, Voga János, aki a Sláger Rádióban volt műsorvezető, közben pedig az én iskolámban volt testnevelés tanár, és ő szeretette meg velem ezt a sportot annó régen. Utána pedig eldöntöttem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Időközben kipróbáltam persze más sportokat is, labdaérzékem az volt, már egész fiatalon, de hát nekem a röplabdára esett a választásom. Se kontaktsport, nem ütközünk, nem, nincs olyan konfliktus az ellenféllel, ami befolyásolná a teljesítményt, úgymond. A posztodat idejekorán kijelölte a sors? Igen, mivel fiatalon nagyon megnyúltam, nagyon nagyot nőttem hirtelen egy nyár alatt, ezért a mozgáskoordinációm szétesett egy kicsit. Ezt nyilván idővel helyre tudtam rakni, sok edzéssel természetesen, de már akkor látszott, hogy centernek igazán jó lehetek. És ez így is történt, hála Istennek, tegyük hozzá, mi röplabda barátok. Ugyanakkor melyek voltak azok a fordulópontok, a legfontosabb időszak, amikor a fiatalból, szinte még gyermekből elkezd felnőtté válni valaki? Tehát voltak olyan pillanatok, amikor azt mondtad, vagy egyenes utad volt? Rögös út volt, mert nincs olyan, hogy egyenes út, vagy könnyű út, mindig van nehézség benne. Én személy szerint elég rögös utat jártam be, de azt mondhatom most így visszamenőleg, visszatekintve az utamra, hogy igenis megérte ezt a sok fáradtságot és belefektetett munkát. Fiatalon kik voltak azok a mestereid, akik szintről szintre segítették a te pályafutásodat? Fiatalon középiskolában Kovács Mária tanárnő kezdte el velem, majd utána a Nagy Robert vett át minket, MB2 junior volt, azt hiszem, igen, az volt. És onnantól kezdve pedig dolgoztam Fésűs Irénnel, Adler Zoltánnal, majd utána fölkerültem a MAFC-hoz a junior csapatban, és ott már a felnőtt csapatban is számítottak rám. Tehát a tehetséged meg volt, szorgalmas is voltál? A tehetség, a szorgalom a kézenfogva jár, akkor annál nincs. Igen, igen. Azt szokták mondani, hogy akinek van tehetsége, az bármit elérhet, ha dolgozik érte. Tehetségem, én ezt nem tudom megítélni, hogy volt-e vagy sem, vagy van-e, de szerintem egész jó úton haladtam ahhoz, hogy én minden edzésen ott voltam, reggel 6-kor, ha kellett, este 9-kor, ha kellett, 10-kor. Én mindig ott voltam és csináltam az edzést. Bizonyos értelemben ugye a röplabda kultúra
hazánkban elsősorban azért nyilván meg kell említenünk Buzek, a Buzek érát, Kántort és a többieket, de azért háttérbe szorult valamelyest. A nőknél még nem is annyira. Ezt te érzékelted a pályafutásod során? Igen, amikor én elkezdtem, akkor csak magyarokból álló csapatok voltak. Néhány légiós volt a magyar mezőnyben, de nem úgy, mint manapság, hogy 3-4 van egy csapatban. És én személy szerint azt mondom, hogy a légiósok bejövetele sokat tett hozzá ahhoz, hogy a magyar röplabda fejlődni tudjon és javuljon, mert posztokra igazoltuk a külföldieket, és meg kell velük küzdeni. Meg persze fejlődni is kell, föl kell nőni hozzájuk, mert őket azért hozzuk ide, hogy elérjünk valamit. És ugye a játékosok rivalizálásként élik meg ezt, fogalmazunk úgy, és ezen kívül szerintem tényleg nagyon jót tett a légiós behozatala. Ez fordítva is igaz egyébként? Tehát sokat tesz hozzá a magyar röplabda fejlődéséhez, ez mellékszál egyébként most még, sokat tett hozzá a magyar röplabda fejlődéséhez, hogy Olaszországban jó néhány helyre is kikerülnek férfi röplabdások? Igen, feltétlenül, mivel azt a tapasztalatot később majd tudják, hogyha visszajönnek Magyarországra esetleg, hol edzősködni, hol játszani, ezt tudják kamatoztatni majd későbbiekben. Tehát ideje korán a MAV-ra kerültél, mi vitt Pestre? Az edző, aki ott volt akkor, Novák László felkért engem, és egy másik csapattársamat még annó, hogy menjünk fel és játszunk a felnőtt csapatban. Ennek csak én tettem eleget, fölmentem az első edzésemre, megnéztek, hogy is játszom, mit is csinálok a pályán, és már aznap este a Laci azt mondta, hogy itt van az igazolásod, írd alá, holnaptól jöhetsz hozzánk játszani. Ez megerősítést jelentett? Ez számomra egy löketet jelentett, és én ettől a ponttól kezdve én még jobban akartam magával ezzel a röplabdával foglalkozni. Ez egyébként miben nyilvánul meg? Hiszen egy mérkőzés az ünnep nyilván, ha valaki felkészült, és ha sikert szeretne elérni, akkor ez így is van. De hogy teltek a hétköznapok? Hiszen azért egy szintet léptél, ha úgy tetszik. Igen, igen. Akkor még csak napi egy edzés volt, de én minden nap följártam innen Fehérvárról Pestre edzésre, majd utána este hazajöttem, és másnap reggel elmentem iskolába, iskola után föl Pest, és utána jöttem vissza Fehérvárra. Tehát ez voltak éppen már bizonyos értelemben egy profi státusz volt. Voltak éppen igen, csak én még mellette ugye csináltam az iskolát. Kik voltak a MAVS-ban a mestereit, hiszen ez egy nagyon fontos időszak, ha valaki fiatalon felkerül egy másik szintet szeretne elérni, akkor ehhez olyan edzők kellenek nyilván, akik kihasználják a benned, ebben az esetben a benned rejlő lehetőségeket. Először Novák László volt, másodszor pedig Sirkraut Krisztián volt, vele is szép eredményeket értünk el, de ő még nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, majd utána jött a ifjabb Nagy Péter, aki most jelenleg a magyar röplabda válogatottnak az edzője, és az ő irányítása alatt kezdtünk el egy bizonyos szinteket meglépni. Igen, melyek azok a legfontosabb szintek, amit egy játékos önmagáról tud és érez, hogy most léptem egyet? Ezt így nem nagyon tudjuk megmondani, én személy szerint nem tudom megmondani. Magában az eltelt években látszik meg, hogy akkor hogy játszottunk, milyen hibáink voltak, és hogy most ezeket a hibákat hogyan tudjuk kiküszöbölni, és esetleg túllépni egy ilyen hullámvölgyön, úgymond. Tehát bizonyos értelemben az eredmények minősítenek. Így van, nyilván, így de van. Azt ér az ember érzi. Kik voltak azok a csapattársaid a MAVS-ból, akikre felnéztél, hiszen nyilván fiatalon kerültél fel, és hát az egy veretes csapat, hiszen bajnoki bronzérmeket nyertetek, tehát ez egy jó csapatnak itthoni szemszögből mindenképpen minősíthető. Igen, igen. Én ugye nagyon fiatalon kerültem oda, esetleg Szabó Balázs tudnám megemlíteni, aki szintén fehérvári és egy faluból jöttünk, csak ő idejekorán elkerült onnan, és őre tudnám azt mondani, hogy ő nagyon sokat segített nekem a MAVS-os pályafutásom során.
Az, hogy a legtöbb blokkal büszkélkedhettél egy szezonokban, az extraligában is, az milyen alapoknak köszönhető, hiszen nyilván erre lehet külön készülni, tehát nem elég a tehetség, hanem azért itt arra is kell figyelni, ritmusérzék, stb., erő, gyorsaság. Látni kell a pályán, én ennyit tudok mondani. Mindenki kérdezi, hogy hogy bokkolok ilyen jól, saját csapattársaim is, itt, amikor visszajöttem Fehérvárra, itt is kérdezték, hogy hogy csinálom. Nem tudom megmondani, nem tudok magyarázatot adni rá. Szerintem már van bennem annyi rutin és annyi ész, hogy látom, hogy az ellenfél mit akar, hogy akar csinálni, és nyilván én arra tudok reagálni, hogy melyik szöget zárjam le. Hogy készültök egy mérkőzésre, hiszen nyilván a szűk az elit. Tehát azt mondjuk, hogy Kaposvár, Kecskemét, Mavc, most már Mávelőre, stb. Tehát nincs olyan sok csapat. Fel lehet készülni egy-egy különleges játékszituációra? Fel lehet készülni, és ezt edzéseken a hét során gyakoroljuk is. Mindenből egy kicsit, de ami a számunkra a legnehezebben megy, arra próbáljuk az adott héten a feladatokat összpontosítani. Tehát a blokk rendben van. Mi hozott haza Fehérvárra? Hiszen a két bajnoki bronzérem bizonyos értelemben minősít a hazai extraligában. Tehát egy jó helyen voltál, és mégis megérkeztél. Otthonról hazajöttél, ha úgy tetszik. Igen, fogalmazzunk így. Sajnos a MAFC az pénzügyi gondokba keveredett, ebben nem is szeretnék többet belemenni. Ezen felül a légiósaink már egyből másnap elkezdtek új csapatot keresni, és én voltam olyan jó, meg vagyok olyan jó kapcsolatban Novák László elnök úrral, hogy mondtam neki, hogy én szeretnék váltani. Ugye, mivel már 9 éve ott voltam, 8-9 éve ott voltam, nekem már kellett egy úgymond igazán nagy löket, egy váltás, és ekkor jött szóba, hogy hazajöhetek ide Fehérvárra. Itt van a családom, barátnőm, a kutyám, házam, autóm, mindenem itt van, úgyhogy adott volt, hogy hazajöhetek, és értem is a lehetőséget. Ilyenkor fontos, hogy milyen célokat tűztek ki itthon a Mávelőrében? Hiszen az nagyon jól tudjuk, hogy egy időszakban ugye jószerivel csak a nők léteztek, a női csapat, aztán az elmúlt időszakban pedig elindult egy folyamat, hogy a férfi szakág is jelentősen megerősödött. Ugye ezt jelzi, hogy az NB1-ből, NB2-ből NB1, aztán extraliga, és így tovább. Fontos volt számodra, hogy egy milyen csapatba térsz haza? Nyilván fontos volt. Csúnyán fog hangzani, de nem akartam lejjebb adni, mint ahol én voltam játékosként. És ez össze is jött, mivel Mávelőre egy igen erős, igen stabil háttérrel rendelkező top csapat, mondhatni így most már Magyarországon. És mindent, amit én kértem, és amit ők ajánlottak, mindent tudtak biztosítani, és tudnak is biztosítani. Tehát az fontos, hogy hogy épül fel egy csapat. Nyilvánvaló, hogy itt is azért vannak bőségesen fiatal játékosok, Takács Milán és a többiek, akik a tehetségükkel már kivívták azt, hogy az első osztályban, tehát az extraligában szerepelhessenek. Ugyanakkor kellett nyilván egy olyan vezetőség, aki hisz abban, hogy az extraligában lehet komoly eredményeket elérni. Ez kellett egy edző, és kellettek olyan játékos társak, akik az extraligás szintet magas szinten képviselik. Ez fontos volt számodra? Ilyenkor ezen elgondolkodtál? Abszolút, abszolút. A Dávid Zolit már ismertem, játszottam is ellene. Mint edző úgy még nem találkoztam vele. Úgyhogy nekem ez egy kicsit új volt. Én mint játékosként ismertem, ugye. A többiekkel pedig, ahogy megemlítetted, Takács Millán, Szentesi Bálint, ők fiatalok, ővelük még itt Fehérváron, Nagy Robi kezei alatt voltam egy csapatban, és játszottam velük, őket ismertem. A többieket is, de őket csak más csapatokból ismertem. Ugye beszéltünk a légiósokról. Nyilván alapvetés, ha már légiós érkezik hazánkba egy klubcsapathoz, akkor annak kiemelkedőnek kell lennie, mert így van értelme a történetnek. Így van, abszolút. A mostani albán légiósaink közül Redo Kocsit tudnám kiemelni. Ő egy nagyon-nagyon stabil alapember, én nőtte ki magát ebben a szezonban is. Nem véletlenül ő lett a csapatkapitányunk. Olyan habitussal rendelkezik, hogy a fiatalok fölnéznek rá, és
és követik úgymond a pályán is. Ugye amikor megérkeztél, akkor még messze távol volt a bajnoki döntő nyilván, amikor hazajöttél, és mennyire kell ehhez szisztematikus munka? Tehát nyilván az elhatározás kérdése, hogy szeretnénk odaérni a csúcsra. Ez helyek közel sikerült is, én azt mondom, hogy büszkék lehetünk erre az eredményre, viszont ez egy folyamat. Mi mindent kell tenni naponta az edzéseken azért, hogy Dávid Zoltán vezetésével végül elérjétek azt a célt, amit kitűztetek? Nagyon sokat kell tűrni, úgymond, és nagyon sokat kell ugrani nyilván, fejlődni, a Dávid Zoltánnak az utasításait helyek közel betartani. Nem fogod pontosan úgy csinálni, ahogy ő mondja, mert minden ember más, minden játékos más, más technikája van. És a Dávid Zoli ezt föl is ismeri, és látja, hogy egy adott személynek, egy adott poszton neki más kell, mint a poszttársának nyilván. Voltak már az elején olyan meghatározó mérkőzések, amikor minden jel arra mutatott, hogy igen, elérhetitek ezt a célt? Abszolút, minden meccs így indult, és ilyen is volt. Én amióta idejöttem, azóta elég sokat fejlődött az fiatal játékosok zöme, és nem véletlenül értük el ezt a második helyezést, úgymond, ezt a történelmi sikert, mivel egymásra támaszkodtunk. És hogyha valakinek nem ment, akkor kisegítette a másik. Mindig az van, hogy egy csapatként dolgozzunk, ne pedig egyének legyenek a pályán. Mielőtt a döntőről beszéljünk, kicsit beszéljünk a nézőkről. Egyáltalán létesítmény szempontjából megfelelő helyen van-e a MÁV Előre? Hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy ez egy teljesen más szituációt igényel, más csarnokot, és ráadásul a nézőknek is meg kell szokniuk, hogy igen, van nekünk egy fantasztikusan tehetséges játékosokból álló, sikeres röplabda csapatunk is. Egy olyan városról beszélek, ahol a jégkorong, a futball, a kosárlabda, a női kézilabda mind-mind magas szintet képvisel. Igen, a nézőkről annyit tudnék mondani, hogy hihetetlen hangulatot teremtettek az összes hazai mérkőzésen, sőt, még idegenben is, amikor eljöttek velünk. Strukturálisan szerintem jó helyen vagyunk, de szerintem a lelátó az kevés lesz jövőre is. Beszéljünk a döntőről. A döntő, elvileg azt mondják, hogy papírforma, természetesen a röplabdában rátok azt mondták, hogy nincs ilyen, hogy papírforma, hanem elérhetitek a nagyon-nagyon vágyott bajnoki címet. Milyen volt a döntő belülről? Kaotikusnak indult, de voltak jó momentumaink is. Amikor megnyertük a harmadik mérkőzést, azt hiszem, igen, akkor a srácokban fölnyílt valami, kinyílt a szemük, és rájöttek arra, hogy a Kaposvár nem legyőzhetetlen. És ezt a lendületet tovább tudtuk vinni, sajnos nem tudtunk élni vele, kulcsfontosságú pillanatokban hibáztunk bele sajnos, de hát emberek vagyunk, előfordul, de amit az évelején mondtak és írtak rólunk, és hát a MÁV Előréről, hogy 7.-8. Uh-huh. hely környékén jó, ha végzünk, hát most megmutattuk nekik, akik kételkednek bennünk, hogy igenis oda értettük. Igen, megnéztem a honlapot, mármint a Röplabda Szövetség, és akkor néhányan ott taglalták, hogy ki az esélyes, hogy lesz miként. Szinte bizonyosak voltak a Kaposvár bajnoki címében, de hát ez egy dolog. És a legjobb helyezésetek is a 6. volt. Igen. Ez egyébként mindenki 7.-8. hogy nehogy visszacsúszatok. Ugye ettől persze nem kellett tartani. Az első pillanattól kezdve biztosak voltatok abban, hogy sokkal előrébb van a helyetek? Tehát, hogy gátat szabott a lendületnek, mármint az ellenfelek lendületének az, hogy egy szisztematikus munkával építettétek fel magatokat? Abszolút. Én amikor ideérkeztem Fehérvárra, akkor én belecsöppentem ebbe az edzésmunkába, edzéstestbe, amit a Dávid Zoltán képvisel. Kevés csapat mondhatja el, hogy egy ilyen komplett csapata van, mint a MÁV Előrének. Minden posztra van cserénk, minden poszton minőségi cserénk van, ha úgy tetszik. Fiatalok vagyunk, lendületesek vagyunk. A többi csapat ezt nem mondhatja el magáról, mivel az átlag életkoruk 28-30 év.
Nekünk az átlag életkor az 22. Úgyhogy lehet, hogy fiatalok, de viszont akarnak és ambiciózusak, és mindent megcsinálnak a pályán, amit a Dávid Zoltán edző kér tőlük. Tehát a tehetség az azért itt felszínre kerül mindenképpen. Így van, és, így van. És ti pedig segítitek a fiatal tehetségeket. Így van, így van. Beszéljünk a jövőképről, hiszen nagyon-nagyon fontos. Ez az ezüstérem egy megálló. Azt mondjuk, hogy meg kell ünnepelni, és utána pedig kezdődhet a következő év. Pontosan. Ennek a szezonnak vége. Lezártuk. Lassan megkezdjük majd a felkészülést a következő szezonra, ahol jól tudom, mert a Közép-Európa kupában és a Challenge kupában is indulunk, mint pedig ugye a bajnokságban és a Magyar kupában is. Igen, ez egy nagyon fontos megmérettetés. Ha kitekintünk a kupákban, nyilván az első időszakban ugyanaz lesz, mint most az Extraligában. De azért nyilván egy összeszokott, remek játékosokból álló csapatnak is ott is lehetnek esélyei. De hogy látod ezt? Minden bizonnyal lehet esélyünk. Ugyanúgy, ahogy tavaly leírtak minket, idén már ezt nem fogják elkövetni, ezt a hibát. Mindenképp számolni kell a MÁV előrével a következő években a Magyar Extraligában. Tehát kékfehérben, és nyilván a kupákban is nagyon-nagyon fontos. Várható változás a keretben? Apró változások várhatók, de maga a csapat magja az megmarad jövőre is. Igen, de Dávid Zoltán mondta, hogy ő is marad. Nyilvánvaló, hogy ívet ad ennek az egész történetnek ez a dobogó, második hely, és hát reménykedünk abban, hogy ezt megismétlitek. Mit kívánsz magadnak a következő esztendőkre? Esztendőkre nem csak a következő évre, hiszen nyilván a dobogós hely megismétlését, de úgy általában, hiszen most már, ha egyszer így van, hogy otthonról hazajöttél, és akkor véglegesen itthon vagy, akkor ez nagyon fontos kérdés. Magamnak csak annyit, hogy még többet blokkoljak, és a fiatalokat még jobban segítsem az edzéseken, mint a meccseken is. Nos, mutassak hát jó példát nekik. Én pedig azt kívánom ennek a csapatnak, hogy a MÁV előre tradíciókhoz méltó eredmények után ezt folytassátok, ezt az utat. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos időszak az életetekben, és Fehérvár sport életében is, hiszen ahogy már beszéltünk a bevezetőben róla, a Fehérvár sportváros, és ehhez ti nagyon-nagyon sokat tudtok hozzátenni. Igen, az elkövetkező években bajnoki címeket és kupákat szeretnénk szerezni és hazahozni. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy kiemelt figyelemmel kísérjük természetesen a férfi röplabdát, és a nőit is persze, de hát ott még várnunk kell az újabb sikerekre. Igen. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Eke Péter volt, a MÁV előre Foxconn kiváló röplabdázója. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.